Szentágotai János családtagjai, egykori tanítványai, barátai gyűltek össze New Yorkban az orvos professzor születésének 100. évfordulója alkalmából. Szentágotai Kossuth-díjas magyar anatómus volt, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A háború után a Pécsi Orvosegyetemen tanított, ahol hallgatóinak rendszeresen tartott bibliaórákat is. 1956-ban a Pécsi Értelmiségi Forradalmi Bizottság elnöke volt. Abban az időben az anatómiába bele tudta szűrni azokat a nagyvilági élményeket, amint akkor ott a szocializmusban és abban a korban élve mi nem érhettünk meg és nem éltünk át, és ő megtanította nekünk,